hozzájuk. Utoljátékkal kezdenek, majdnem itt is volt a tépés. A Dabas Diego sportcsarnok először adott helyet az amerikai futball aréna tornájának. Az egynapos rendezvényre a Dabas Sparks amerikai foci csapat meghívására érkeztek a vendégcsapatok. 6 csapatot látunk vendégül a mai napon. Köztük van a Sexard Bad Bones, a Jászberény Wolverines, Kecskemét Ninjas, Békés Csaba Dinos és a Dabas Sparks a helyi rendezőcsapat. Körülbelül ez 180 főt jelent, akik részt vesznek ezen a tornán. Valamint, hogyha szétnézünk, akkor láthatjuk, hogy elég szép számban megjelent a közönség, akik jöttek nekünk, valamint az ellenfélnek is szurkolni. Úgyhogy a reményeink, hozzáfűzött reményeink beváltak, hogy így a látogatottság hogyan áll össze. Az amerikai futball kemény, sokszor durvának látszó játék, amely felvonultatja a sport összes szépségét. Gyors futások, agresszivitás, taktikai fegyelem, nyers erő, pontos dobások, ütközések. Mindezek egyetlen célt szolgálnak, eljutatni a labdát az ellenfél célterületére. Magyarországon Európához hasonlóan általában normál labdarúgó pályákon folyik a mérkőzés, így a pályahossza megegyezik a labdarúgó pálya hosszával, a szélessége viszont az eredeti amerikai focipálya méretével. Azonban egyre elterjedtebb az aréna futball. Az aréna foci, ezt aréna focinak hívják, igazából az amerikai focinak ez a belső kispályás változata. Az első fontos szempont az, hogy ez egy kispályán történő játék, ennek megfelelően nem 11 ellen játszunk, hanem 7 ellen. Rengeteg különbözőség van a két játék között, például itt nincsen rúgás, nyilván nem is lehetne hova rúgni a labdát, meg egy csomó minden, most ezt nem sorolnám föl, de rengeteg különbség van, viszont rengeteg hasonlóság is, mint látjátok, be vannak öltözve a srácok azért rendesen. Mennyire készültek a mai napra? Hú, rettentően, én úgy izgulok, borsodik a hátam, föláll a szőr a kezemen, nagyon izgulok.